Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2022-ben is megrendezi jótékonysági könyvvásárát. A biblioteka mindig is fontosnak tartotta az esélyegyenlőséget és azt, hogy a jó ügyek mellé álljon. Ezért a könyvekért adott tetszőleges adományokat idén is nemes célra fogják fordítani. Aki belép a Somogyi Könyvtár alaksorába, az egy könyvkarácsonyfával találkozik, sok könyv, amiből válogatni lehet. Ezek használt könyvek, olvasói adomány nagy részük, akik számára az otthonukban nincs már hely bizonyos könyveknek, sokat szoktunk ilyet kapni, és ezt igyekszünk hasznosítani is. Idén, mint már az elmúlt 8 évben, karácsonykor különös küldetése lesz ezeknek a könyveknek, hiszen valamifajta segítséget, örömet szeretnénk nyújtani partnerszervezetek számára. Jótékonysági vásárt hirdetünk meg, amikor is az ide betérők válogathatnak a könyvkarácsonyfáról könyvet, hazavihetik, új életet, új esélyt kap az a könyv, ugyanakkor egy önkéntes adományt várunk, amelyet egy összefoglalt összeggel majd neki ajándékozunk az idei kedvezményezetnek, a Makra Intézetnek. Itt halmozott fogyatékkal élő fiatalok nappal intézménye van, közel 20 fiatal jár naponta be ide, szülők és oktatók és foglalkoztatók nagyon sokat tesznek azért, hogy ők minél kellemesebben, jobban és fejlesztve éljék a hétköznapjaikat. Mi pedig könyvtárosok arra gondoltunk, hogy szép lenne egy kicsit segíteni ezeken a hétköznapokon, vagy akár az ünnepen. Mindenkit szeretettel várunk, jöjjenek, nézzék meg a könyvkarácsonyfát, ha találnak könyvet, válasszák ki, vigyék haza, és ha kapunk ezért egy adományt, egy önkéntes adományt, akkor jó célra fordítjuk. A jótékonysági könyvvásár 2022. december 1-e és 17-e között zajlik a Somogyi Könyvtár központi épületének alaksorában.